A zombori magyar polgári kaszinó 2 éve tart kulturális kapcsolatot Erdőszentgyörggyel. A 100 fonat szociokulturális egyesület néptánc csoportja Vajdaságban most lépett fel először. A rendezvényen Bözödi, Kőrispataki, Kalotaszegi, Kölpényi és Korcsos román táncokat mutattak be a fiatal néptáncosok. Kísérőként jöttem a gyerekekkel Szerbiába, örülünk a meghívásnak. A gyerekek egy olyan tarisznyát kapnak magukhoz, amivel bárhol a nagyvilágban előállhatnak, szégyent nem fognak vallani, tovább viszik a hagyományt, azt, ami a miénk. Az itteni benyomás, hát csodálatos fogadtatásba volt részünk. Nagyon szép minden, örülünk, hogy itt lehetünk. 9 éve táncolok, és azért szeretek nagyon táncolni, mert már kiskorom óta táncolok, és nagyon hiányzik, hogyha nem táncolhatok. Az alkalmi műsoron fellépett a doroszlói Gyöngyösbokréta néptánc csoport és a doroszlói fúvós zenekar. Kassa Andrea gyermeknépdalokat adott elő, a Bácsi Gyula falviak pedig bodrogközi táncokkal léptek fel. Citera zenekaruk somogyi dalcsokrot adott elő. Felkészítő tanáruk Sörfőző Andor, a topolyai csörgő citera zenekar tagja. Én a Bácsi Gyula falvi gyerekeket immáron három éve oktatom. Én Kelemen Zsoltól vettem át, aki az én mesterem is volt, úgyhogy ez így szép, hogy öröklődik a gyerekcsoportok is. Nagyon szép sikereket értünk el. A Bácsi Gyula falvi gyerekcitera zenekar az egyik legsikeresebb gyerek együttesnek mondható, hiszen többszörös aranycitera győztesek is, tartományi szemlések is. A kultúránk tesz bennünket azzal, amik vagyunk, de meg is különböztet minket másoktól. Ahhoz, hogy egy öntudatos generációt hagyjunk hátra, elengedhetetlen a hagyományok megismertetése a fiatalokkal, hangsúlyozták a szervezők.